keresik a helyét a befogadlak állatvédő alapítványnak. A jelenlegi telephelyükről el kell költözniük, ugyanis a vegytek telephelyét kármentesítik. Ahol most tartózkodnak, ez a vegytek telephelyen egy régi felvonulási épület, ami egyébként körül van kerítve, tehát a telepen belül is önálló területként működik. Ugyanakkor a vegytek telephelyen egy kármentesítési kötelezettsége van az önkormányzatnak a kármentesítési beavatkozás pedig kettő helyszínen van megjelölve, már abban a terben is, amit a környezetvédelmi hatóság elfogadott, illetve kötelezően elő is számunkra. Az egyik a régi Gorki utca felé eső terület, ami most Tisza István utca lett, a a másik pedig az épp az a terület, ahol részben a befogadlak állatvédő alapítvány is a, üzemel. Itt a egyéb iparterületek felé történő kiáramlást kell majd megakadályoznunk az altalajban. Már elég régóta vizsgáljuk egyébként a befogadlak alapítványjal közösen azt, hogy hová tudnának erről a területről átköltözni, természetesen önkormányzati segítséggel. Több helyszín is szóba került. Sajnos olyan felépített ingatlanja nincs az önkormányzatnak, ami, ami számításba jöhetne, tehát mindenféleképpen egy új telep létesítésében kellene gondolkodni. A kezdő lépésként mi felajánlottunk egy üres önkormányzati ingatlan, a közművesítését is elvégeztük volna. Jelen pillanatban a képviselőtestület egy képviselő képviselőindítványra levette napirendjéről a napirendjéről ezt a napirendet, mert a alapítvány jelenlévő tagjait e, e, megkérdezve ők sem tudták megmondani a választ, hogy mikorra tudnának onnan elköltözni. <kül> illetve az elhangzott a részükről is, hogy, hogy, az ő költségvetésük az ahhoz elég szűkös, hogy ezt a telepet megvalósítsák. Nyilvánvalóan, hogy a, a, lekerült a napi lendről, de tovább foglalkozunk a kérdéssel, hiszen hiszen a kármentesítés megvalósítása érdekében mi abba hoz a területhez az önkormányzatnak hozzá kellene jutnia. Tehát akkor a lényeg az, hogy a befogadlaknak is pénzzel kellene mindenképpen úgy hozzájárulni, hogy ott fel tudják építeni maguknak azt, amire szükségük van. Én azt gondolom, hogy befogadlaknak, mint alapítványnak, vagy civil szervezetnek is rendelkeznie kellene valamilyen pénzzel ahhoz, hogy ő azt a feladatot, vagy ezt a telephelyet meg tudja valósítani. <kül> Ugyanakkor azt gondolom, hogy mint minden más civil szervezetnek Nyilván, hogy a tevékenység ellátásával szükséges eszközökkel magának kellene rendelkeznie. Nyilván, hogy kitenni nem fogjuk az alapítványt, ezt a képviselőtestület júliusán is elhangzott, és én is elmondtam, de keressük ténylegesen a megoldást az, hogy mindenki számára megnyugtatóan alakuljon a jövő.